Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig a Valami Amerika mai műsora. Itt van velünk a vonal túlsó végén dr. Vajó Zoltán orvos Arizona államból, akit ma is nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. És rögtön a műsorunk elején ismét érdemes hangsúlyozni, hogy ez most nem az a klasszikus ultrahangos műsor, amikor szakértők elemeznek, hanem olyan emberrel beszélgetünk az Egyesült Államokból, aki ott él, testközelből tapasztalja meg mindazt, amit mi a hírekben olvasunk, és nyilván Zoltánnál is a személyes tapasztalataira vagyunk kíváncsiak. A beszélgetésünk apropója az az, hogy elkezdődik lassan az amerikai választási kampány. Joe Biden amerikai elnök és Donald Trump korábbi elnök, az ő kihívója, fognak vitázni egymással. Amikor a hallgatók hallgatják ezt a műsort, akkor csütörtök délután van, a vita magyarországi idő szerint péntek hajnalban lesz, és egyébként az ultrahangon pedig péntek reggeltől, reményeink szerint péntek reggel 8 órától már hallható lesz a vita. Lungauer András kollégám lesz majd Donald Trump, én pedig Biden fogom szinkronizálni, ez a hálás feladat jutott nekem. Na de akkor menjünk bele így a tájkép csata előtt, tájkép vita előtti részletekbe, hogy te hogy látod most, hogy így már lehet látni, hogy úgy tűnik, hogy Trump és Biden indulnak valóban egymás ellen, bár ez még mindig kérdéses. Milyen a közhangulat Amerikában, ki mellett áll, ki hogy áll a közvéleménykutatásokban, mert azt lehet hallani, mintha Biden kezdene feljönni Trumpra. Nagyon jó a kérdés, Tamás. Én úgy érzékelem itt a helyszínen, hogy egy ilyen bizonyos vihar előtti csend van. Tehát most nincs az a hangulat, vagy olyan félig polgárháborús kép, ami ugye 4 évvel ezelőtt volt, amikor gyakorlatilag egy, nem tudom, egy Trump vagy egy Biden szavazó képtelen volt mondjuk egy terembe tartózkodni, mert biztos, hogy megfojtották volna egymást. Ez most nincsen. Tehát én azt látom, hogy az emberek is viszonylag keveset beszélnek erről az egészről. Talán egy kis fásultság van az egésszel szemben, hiszen gyakorlatilag ugyanezt végigéltük 4 évvel ezelőtt is, és talán a hírekben is egy kicsit visszafogottabb a média ezzel kapcsolatban. Tehát olyan meglepően, vagy hogy mondjam, gyanúsan nagy a csend talán jelenleg. Vagy mindenki majd a következő időszakra koncentrál már, ezért most még így eddig hűtötték a kedélyeket, akár mesterségesen is. Sok oka lehet, igen, természetesen. De ugye a 4 évvel ezelőtti hasonló időszakban akkor már záporoztak a karaktergyilkos kísérletek, stb. Ugye próbálták a jelöltek egymást befeketíteni. Most ez jóval kevesebb személyeskedés van. Ugye nem szabad elfelejteni természetesen, hogy továbbra is folynak eljárások Trump ellen, ugye gőzerővel, aztán ugye kicsit kevésbé, de azért mégis Biden is érintett ugye a fia révén, ugye neki is volt most egy nagy port felkavaró ügye, vagy bírósági tárgyalása, tehát ezek megvannak, de talán maguk a jelöltek kevésbé csinálják most ugyanezt. Az is lehet egyébként, hogy az már mind a két oldal kemény magjának nyilvánvaló, most egyik oldalról nézve, hogy a Biden egy szenilis öregember, a másik oldalról nézve meg, hogy a Trump egy bűnöző. És hogy ezt már nem kell súlykolni az amerikaiakban, mert ezen túl vannak. Az első felén mindenképpen, tehát az, hogy Biden egy szenilis öregember, azt tulajdonképpen a demokrata szavazók sem vitatják egy percig sem. Tehát tőlük ilyen érvet, hogy Biden a legalkalmasabb elnök jelölt, én nem hallottam már gyakorlatilag évek óta. Én úgy látom, hogy aki őrá szavaz, az azért szavaz rá, hogy ne Trumpra szavazzon. Tehát, hogyha most a Biden helyére beültetnék mondjuk Foxy Maxit, akkor Foxy Maxira szavaznának, mert ez ilyen erős a részükről. Itt tehát a Trump ellenség az erős, vagy egyszerűen vannak, akik demokraták, ha az égből vörös hó esik, azt hiszem, így kell mondani polkorrekten, igen, akkor is. Igen, mind a kettő abszolút, tehát biztos van egy nagyon kemény és nagyon fegyelmezett, nagyon összezáró magja ennek a pártnak, vagy szavazótáborra, akik mindenképpen rájuk fognak szavazni, teljesen mindegy, hogy ki a republikánus jelölt, és ugyanakkor van egy nagyon-nagyon komoly Trump gyűlölő kör, akik pedig
pedig tényleg úgy vannak vele, hogy bárkire szavaznak, csak ő rá ne. Na most, bocsánat, de hadd kérdezek, hogy ők mivel indokolják a Trump elleni gyűlöletüket? Én úgy gondolom, hogy ez kizárólag szimpátia alapján megy, vagy személyes érzelmek alapján megy. Tehát amikor ezt én beszélek velük, akkor én mindig felszoktam hozni, hogy jó, oké, de akkor most sorolt fel azokat az intézkedéseket, amik Trump alatt születtek, vagy ami Trump hozott, hogy abból mi volt az, ami rossz volt. Mindig szoktam mondani, hogy Trump alatt nem volt háború. Trump igyekezett ki békét teremteni a Közel-Keleten. Trump elment Észak-Koreába. Tehát stb. Trump alatt virágzott a gazdaság. Tehát rengeteg dolgot lehet felhozni mellette, és akkor ezek mindig jó, de milyen nagy képű, vagy jó, de mit tudom én, milyen nőcsábász, vagy nem, tehát ezek szoktak lenni ilyenkor az érvek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem konkrétumokról van szó, hanem inkább személyes szimpátiáról. Hát ezt, tehát hogy mondjam, valamilyen szinten nyilván meg lehet érteni, hát Trump egy természetesen egy megosztó személyiség, ugye egy extrovertált egyén, tehát vagy valaki nagyon szereti, vagy nagyon utálja, tehát nagyon nehéz elmenni mellette hideg fejjel, vagy hát hogy mondjam, közömbösen, tehát ezt megértem, csak egy elnök választásnál, tehát én úgy gondolom, hogy valakit mégiscsak tettei alapján kellene megítélni. Tehát ugye még azt mondanám ehhez, hogy ugye Trump nyilvánvaló módon a Covid-ba bukott bele, ugye nincs a Covid, simán megnyeri ezt gyakorlatilag ebben minden elemző egyetért, szerintem Nógrádi Györgytől is hallottam ilyet, és én is egyetértek. Ugyanakkor viszont nagyon nehéz azt mondani, hogy rosszul kezelte volna, vagy hogy lehetett volna, hát lehetett volna jobban, de hát ez mindig ez utólag. Ez akkori tudása ugye, szerint nyilván így van, utólag így van, biztos, hogy lehet utólag okosabbnak lenni. Ugye ez a nagyon érdekes, hogy ha mondjuk azt mondjuk, hogy Trump a Covid kezelésébe bukott bele, hogy jóval érdekesebb az a kérdés, hogy Biden az ukrán háború kezelésébe belebukhat-e. Pedig ha összehasonlítjuk a Covidot, meg az orosz-ukrán háborút, akkor azért a Covidnak az Egyesült Államok polgáraira sokkal közvetlenebb hatása volt. Persze, természetesen, mert ugye az mindenkit érintettek a lezárások, akkor mindenkit érintettek a maszkviseléssel kapcsolatos szabályok, volt, aki egyetértett vele, volt, aki nem értette. Tehát igen, az abszolút benne volt a mindennapi, sőt percenkénti életünkben. Az ukrán háború az meg így a hírekben szerepel, de hát azon kívül komoly hatása a mindennapi életre Amerikában jelen pillanatban nincsen. Hát nem érezzük ezt a mindennapokban. De hát ugye azért a hírekben meg csak szerepel, és azért bárhol felmerül, vagy előjön, akkor én most már egyre több olyan hangot hallok, hogy hát jó, de ezért előbb itthon kellene rendet tenni, jó, de hát itt is van rengeteg hajléktalan, meg szegény ember, meg egészségügyi ellátás nélkül élő ember, akkor miért oda küldjük a dollármilliárdokat, stb. Tehát azért valamennyi hatása biztos, hogy van, és ugye a másik oldalról is, mert hát ugye remekül lehet rémítgetni az embereket arról, hogy majd Putyin majd Amerikába jön, és elveszi az autódat, meg nem tudom, elkobozza a házadat. Tehát ez érdekes módon ez még mindig él, tehát ez még mindig egy hatékony fegyver is be lehet vetni, és akkor azt mondjuk, hogy hát miért nem vonulunk be Ukrajnába, mert ki kellene onnan verni az oroszokat, és különben is hogy képzelik, hogy szegény ukránokat sanyargatják. Tehát ez is fennáll. Még néhány gondolattal ezelőtt ott hagytuk abba, vagy ott folytottam beléd a szót, hogy elkezdted volna mondani, hogy mi a helyzet a Biden megítéléssel, és hogy hozzá hogyan viszonyulnak, akár a saját választói, akár a republikánusok. Igen, tehát tulajdonképpen az, amit eddig mondtunk, tehát a Bidennél úgy látom, hogy két nagyon komoly dolog van, hogy az egyik az életkora, ezt már kiveséztük, ugye, és nem csak az életkora, mert hát 80 évesen is lehet valaki nemzetközi sakknagymester, de hát ugye ő messze nem az. Ugye valószínűleg ő nem volt az, nem lett volna az 60 éves korában se. Hát ez ugye Biden 81 éves, Trump 78, tehát az a 3 év az tulajdonképpen nem osztna, de nem szorozna, ha mentálisan az elnök jól lenne. Így van, maximálisan egyetértek. Tehát az életkor az ugye egy szám, tehát van olyan, aki
30 évesen is tolókocsiba kényszerül, mert olyan beteg, és van olyan 100 éves, aki meg futóversenyen indul, ugye láttunk ilyeneket is. Tehát ez még így önmagában nem kellene, hogy nagyon nagy dolog legyen, bár hát azért elég ijesztő azt hallani, hogy az amerikai elnök 81 éves lesz, ugye? Tehát, mert ez akárhogy is nézzük, ez egy rekord, azért ez mindig szerepel ugye a elemzésekben, hogy hát igen, minden idők legidősebb elnöke, és hogy miért ő, miért nem valaki fiatalabb. De valóban úgy van, ahogy mondod, hát ugye ebből a szempontból Trump sem áll sokkal jobban, viszont hát azért a általános állapota, meg szellemi állapota azért az látványosan jobb. Persze, hát azért most már neki is vannak tévesztései, összekever egy-két dolgot, és akkor arra megint nagyon, nagyon ráugrik a média azonnal, hogy aha, de hát na, nézzük, csak Trump is most, mit tudom én, rosszul mondott egy dátumot, vagy nem tudom, valami nevet eltévesztett, akkor erre mindig nagyon látványosan ráugranak. De azért de én... most tényleg nem cinikusan kérdezem, hogy lehet azt mondani, hogy Trump jobb szellemi állapotban van, mint Biden? Én úgy gondolom, hogy igen, tehát elég látványos, tehát azért Trump, ha nyilatkozik, ő nem sugógépet próbál felolvasni, őt nem kell nagyon látványosan védeni az éles kérdésektől, mert tudom, bátran odáll, ki el lehet tőle kérdezni, válaszol azonnal, pörög. Nem fog kezet a levegő emberre. Bár pontosan, hát nem botlik meg nem esik el 3 percenként, tehát én úgy gondolom, hogy látványosan jobb állapotban van fizikailag is, és mentálisan is. Hát ugye annak idején ebből volt is ügy, hogy Trump nyilvánosságra hozta a Fehérház orvosának a őróla készített jelentését, hogy pontosan milyen állapotban van. Ugye Biden meg nem hozta nyilvánosságra, akkor úgy tudom én, Bident többen követelték, hogy vesse magát alá ilyen különböző mentális, meg kognitív teszteknek. Az igaz lehet, hogy a Biden esetében fennel az Alzheimernek a gyanúja? Én orvosként nem Alzheimerre gondolnék, hanem egyszerűen úgynevezett időskori demencia, ezt vaszkuláris demenciának hívjuk, ami agyi érelmeszesedés következménye, ami ha végső soron valamilyen szinten elkerülhetetlen, meg minden idősebb embernél valamilyen szinten fennáll, de nála talán előre haladottabb egyrészt. Akkor most az orvosi életet veszem elő, hogy az igaz egyébként, igen. És ez most Bidentől függetlenül, hogy az öregedéssel együtt az emberi agy valahogy úgy alakul, hogy mondjuk újra bizonyos területeken átmegy kisgyerekbe, újra tud örülni apróságoknak, és máshogy kezd el viselkedni az ember időskorára? Persze, hát ugye erre van a klasszikus mondás, hogy valaki a második gyerekkorát éli. Igen, hát ugye ez úgy van, hogy ami leglátványosabban romlik, az nem is a memória, hanem a új dolgok megtanulásának a képessége. Ez az, ami talán a leginkább, meg leghamarabb, leglátványosabban romlik. De hát a gyerekkori emlékek, azok megmaradnak, ugye? És ezért szokott az lenni, hogy olyanok, akik például olyan demens betegek, akiknek nem tudjuk megtanítani, hogy hol van a kijárat a szobából, vidáman elénekel gyerekkori dalokat, vagy felmond fejből gyerekkori verseket, amiket, hát mit tudom én, 60 évvel ezelőtt tanult. A hosszú távú memóriája jobban működik, mint a rövid távú memóriája. Így van, az megmarad. Általában az megmarad, pontosan. Lehet egyébként ezt most akkor ezek a közszolgálati percek következnek, lehet ezt megelőzni, karban tartani, bármit tenni? Hogy igen, ez igen, tehát méltósággal történjen meg az emberrel, vagy meg se történjen? Abszolút tudunk kellene tenni, mert ugye a tudomány ezt már megmagyarázta, ugye felderítette ennek az okát. Ez az agyi érelmeszesedés, nem más. És ezt gyakorlatilag hát leginkább két dolog okozza. Az egyik a magas vérnyomás, vagy mondjam, kezeletlen magas vérnyomás, a másik pedig a magas koleszterin szint. Ugye ez a két dolog az, ami a agyi ereket károsítja leginkább. Hát ezek kívül még van ezer más dolog is, de ez a két legfontosabb. Tehát, hogyha valaki ezekre odafigyel, akkor már ezzel a két dologgal, hogyha ez ellen felveszi a küzdelmet, akkor már nagyon-nagyon-nagyon sokat tud tenni az ellen, hogy ez ne lépjen fel nála, vagy jóval később, vagy jóval enyhébb formában lépjen fel nála. Na milyen jó, hogy egy orvossal beszélgetünk most. Szerinted ezen a vitán, ami lesz most néhány órán belül, itt
mennyire fognak rámenni az egyes kampánystábok arra, hogy pontosan az ilyen szellemi képességbeli különbségeket megjelenítsék, vagy éppen elfedjék. Azért láttunk Bidennél olyat, hogy összetudta magát szedni, ha például volt egy olyan évértékelője, ahol önmagához képest kifejezetten brillírozott. Nagy kérdés, hogy egy ilyen vita során mennyire tud ő összeszedett lenni, illetve egyáltalán mennyire van helyen ki arra az improvizációnak és a saját személyiség megjelenítésének. Hát ugye ezt nyilván a jövő fogja eldönteni, de megmondom neked őszintén, Tamás, hogy én már a 4 évvel ezelőtti vitán nyújtott teljesítményén is nagyon meglepődtem, mert akkor is önmagához képest hát remekül teljesített. Tehát akkor úgy tűnt, hogy komolyan egy vitapartner lehet vele vitatkozni. Én ezen már akkor is meglepődtem, mert hát ugye már az akkori szerepléseiben is ugye sugógépről olvasott, meg nem engedték, hogy a riporterek élőben kérdezzenek, stb. Tehát már akkor is messze felülmúlta önmagát. Tehát valószínűleg vagy van egy ilyen rejtett képessége, hogy egy különleges alkalmakra azért még fel lehet tuningolni, vagy össze tudja szedni magát, és hát nyilván nagyon-nagyon komoly csapat dolgozik azon, hogy összerakják egy ilyen eseményre. Már az is nagyon érdekes, hogy most már arról beszélnek, hogy egy olyan, valamilyen szinten új formátumú lesz a vita, hogy a vita levezetője képes lesz majd elhallgattatni a vitázókat, ugye azzal, hogy egyszerűen kikapcsolja a mikrofonjukat, mert ebből mindig szokott probléma lenni, hogy túllépik az idejüket, stb. Egymás szavába, ez ilyen egy szavába vágós vita lesz egyébként? Hát ezt most én pontosan soha nem tudom így megmondani. Indul, aztán végén mindig arra alakul. Igen, de úgy gondolom, hogy lehet, hogy erre találták ki most ezt a módszert, hogy ki tudják kapcsolni mind a kettőknek a mikrofonját, hogyha úgy ítél meg a vitavezetőt. Hát ez mondjuk szerintem egy picit megalázó, meg hát nem tudom, hogy akkor ez hogy lehet igazi vita, de hát úgy tűnik, hogy most mégiscsak ez lesz belőle. Hát aztán meglátjuk. Ugye ezek eléggé el szoktak fajulni, de a legutóbbi ilyen vita az tulajdonképpen szerintem legalábbis a korábbiakhoz képest még egészen emberi formátumú volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy Trump úgy nyilatkozott a vita előtt, hogy elismeri Bidennek a képességeit. Méltó vita partner Biden, nem kívánom alábecsülni. Ugyanakkor elmondta róla, hogy Bident mindenféle teljesítményfokozó szerekkel tartják formában. Vannak egyébként ilyen teljesítményfokozó szerek egyáltalán? Persze, hát a legegyszerűbb akár a koffein, vagy kávé, vagy, az is nagyon... Ja, akkor itt nem valami csoda bogyóra kell gondolni, hanem... Persze. Akár arra is gondolhatunk, hát most én ebben nem szeretnék nagyon belemenni, vagy bárkiről bármit feltételezni. Én látok erre esélyt, hogy esetleg itt egy komolyabb orvosi csapat van mögötte, ami akár gyógyszeresen is megpróbálja a legtöbbet kihozni belőle. Hát erre én látok esélyt, tehát szerintem ne spekuláljunk ennyire. Eközben milyen témák azok, amelyek az Egyesült Államokban a közvéleményt lázban tartják? Azért is kérdezem, mert hogy Biden is és Trump is választhattak egyébként témákat, hogy miről szeretnének beszélgetni. Többek között egyébként Biden például az abortusz témáját választotta, amit megmondom őszintén, hogy én meglepődtem, mert hogyha valami, akkor ez például elég megosztó téma, mind a republikánus, mind a demokrata oldalon. Igen, így van. Tehát én úgy gondolom, hogy Bidennek talán a legnagyobb Achilles sarka az a bevándorlás kérdés lesz. Tehát erre nagyon nehéz lesz, ebből neki nagyon nehéz lesz kikecmeregni, hogyha itt őt komolyan kérdőre vonják, mert egyszerűen nem, ez tényleg lehetett volna, sőt kellett volna jobban kezelni, tehát itt én úgy gondolom, hogy ő sebezhető. Hát abortusz persze, világos, csak hát ez tényleg olyan, hogy ez az Egyesült Államokban igazából
állami szintű dolog is, tehát ugye ez, itt nagyon fontos azt megérteni, hogy az Egyesült Államok ugye ez egy ország természetesen, de ugye tagállamokból áll, és a tagállamoknak hihetetlen autonómiája van. Tehát ugye gondoljunk csak bele, van olyan tagállam az Egyesült Államokban, ahol van halálbüntetés, meg van olyan, ahol nincs. Hát ugye ez például még az Európai Unión belül is elképzelhetetlen, mert ugye az nem egy ország, hanem egy államszövetség, vagy országok szövetsége, de vannak szabályok, amik minden államra vonatkoznak. Tehát valamennyire így van ez az Egyesült Államokban is, de ugyanakkor tényleg az államoknak hihetetlenül nagy autonómiája van ebben. Tehát ugye ezért én nem tudom, hogy ez mennyire lesz Trumpnál egy sebezhető téma, vagy nem sebezhető téma. Hát nála nyilván a legnagyobb gond ezekkel a nagyon hirtelen és nagyon gyorsan lefolytatott perekkel lesz. Tehát ezen keresztül látom sebezhetőnek, mert egyre többen ezt, most ugye a bizonytalankodókról van szó természetesen, ugye azt le kell szögezni, hogy Trumpnak igenis van egy olyan rajongó tábora, ami meg őt támogatja úgy olyan szinten, hogy teljesen mindegy, hogy mit húznak rá, vagy mivel vádolják, mivel ítélik el, ők akkor is rá fognak szavazni. Tehát konkrétan, hogyha fene-fenét eszik, akkor is. De a bizonytalankodókat én úgy látom, hogy mégiscsak sikerült meggyőzni arról, hogy Trump egy zűrös, akkor most egy bűnügyben bűnösnek találták. Hát most ezt annyira én nem szeretném kommentálni, hogy ez mennyire volt egy komoly, vagy mennyire volt egy hajánál fogva előrángatott dolog. Ugye ez a hallgatási azért pénz fizetett egy prostitúának. Így van, így van. De hát nem is a hallgatási pénz. Hanem a kampánypénzből pénz fizette. Hanem, hogy hát pontosan, tehát ez egy könyvelési kérdés. Hát ad abszurdum, még az is lehet, hogy nem tudott róla, vagy nem ő adott rá utasítást. Na mindegy, tehát itt most ebből a szempontból nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy amennyire én látom, hogy egyre több bizonytalankodót meggyőztek arról, hogy Trump egy bűnöző. Ugye őt most egy bűnügyben elítélték, ő egy bűnöző, szó se lehet róla, hogy rá szavazzunk, hát marad a Biden. Ugye itt az az érdekes, hogy a bűnösségét kimondták, viszont még nem tudjuk, hogy milyen büntetést fog kapni, mert az esküdtség mondta ki a bűnösséget, és majd a bíró fogja elmondani, hogy mi a büntetés. Miről beszélnek az Egyesült Államokban, mire lehet számítani egyébként? Így van, tehát ugye azt érteni kell ehhez, hogy az Egyesült Államokban a jogi rendszer az picit más, mint nálunk, tehát ugye mi nem ehhez vagyunk szokva. Tehát egyelőre annyit tudunk, hogy az esküdtszék bűnösnek tartotta, és a bíró pedig mérlegel, hogy mennyire súlyos büntetést adjon neki. Ugye itt az van, hogy elvileg lehetne akár több tíz éves börtönbüntetés is, hogyha külön-külön vizsgálják a vádpontokat, és külön-külön mindegyikre kiszáll egy büntetést a bíró, ugye itt ez is lehetséges, de hogyha egybe mossa őket, és tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, hogy büntetlen előrét, stb., akkor valószínűleg egy jóval enyhébb büntetésre lehet számítani. Itt általánosságban van egy olyan vélemény, hogy nagyon könnyen lehet, hogy tényleg esetleg letöltendő szabadságvesztésre ítélik, ami hát megint csak példa nélkül lenne, meg megint egy olyan helyzetet teremtene, ami még sose volt, és senki nem tudja igazából, hogy akkor ez mihez vezetne. De hát meglátjuk, ugye most folyamatban van még egy ügye, ami megint csak most már valamilyen szinten a végéhez közeledik. Ugye ez az a per, ahol az a vádolják, hogy szigorúan bizalmas, meg titkosított iratokat vitt magával a házába, amit nem lehetett volna. És ugye ilyenkor itt mindig, én úgy érzem, hogy aki ezt kritikus szemmel nézi, akkor ezelőtt mindig ez előjön, hogy jó, de hát végül is ez relatíve milyen gyorsan lefolyt a nyomozás, meg milyen gyorsan ez bíróság elé került, meg milyen gyorsan letárgyalták, hogy akkor például ezzel szemben itt van mondjuk, és hogy milyen a hord ereje az ügynek, azt is vegyük figyelembe. Ugyanakkor itt van például az Epstein ügy, ahol mégiscsak pedofiliáról volt szó, gyerekeket nyomorítottak, meg stb., és ott meg még gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát akkor ugye melyik a nagyobb horderejű ügy, meg melyikkel kellene inkább foglalkozni. Hát ezek mind ilyen dolgok, ami azért, hogy ott motoszkál az ember fejében, hogy van ez mégiscsak.
És ráadásul egyébként ugye nagy kérdés, hogy akik az igazságszolgáltatásban részt vesznek, ők mennyire függetlenek, mert hogy ez is máshogy van egy kicsit ugye az Egyesült Államokban, hogy milyen úton módon lehet például ügyésznek lenni, meg bírónak lenni. Pokol Béla korábbi alkotmányjogász volt a vendégem, ő azt mondta, hogy mind az ügyész, mind a bíró esetében egyébként tetten érhető az, hogy Soros György támogatásával foglalták el a pozíciójukat. Ez mennyire téma például az USA-ban? Téma, abszolút módon téma. Ugye hát annak idején például a Trump, amikor már tudta, hogy elveszítette a választást, de még hivatalban volt, ugye akkor folyt például a legfelsőbb bíróság tagjainak a megválasztása, stb. Stb. És akkor ugye ott rögtön elővették azzal kapcsolatban, hogy próbálja a saját embereit, vagy a hozzá lojális bírókat oda küldeni, tehát valamilyen szinten ez persze téma, meg tudott is, és nyilvánvaló, feltételezhető azért, hogy ennek is hatása van az ügyekre természetesen, bármennyire is nem lenne szabad, hogy így legyen. Na egy kicsit visszatérve a vitára, hogy egyébként a CNN szervezi a mostani vitát, 90 perces lesz és két reklámbont blokk lesz ez alatt, és a jelöltek ebben az időszakban nem kommunikálhatnak a tanácsadóikkal, és a Bidenék dönthették el, hogy a pódiumot akarják választani, vagy a záró felszólalás sorrendjét, és ennek alapján végül azt választották ki, hogy ők a televíziós stúdióban elhelyezett két pódium közül választanak, így tehát a nézők majd Joe Bident a képernyő jobb oldalán, még Donald Trumpot a bal oldalon láthatják majd. És ezzel együtt miközben itt a vitának a szervezése zajlik. Közben vannak közvéleménykutatási adatok is, amelyek többek között az derül ki, hogy a koruk, amiről mi is beszéltünk korábban, egy olyan választási probléma, amit egyikük sem tud megúszni, és hogy a BBC értékelése szerint ez a vita, ez egy ritka osztott képernyős összehasonlítása lesz a két férfi fizikai és mentális erejének, melynek során egyetlen megcsúszás, megakadás vagy beszédbeli gigszer is bebetonozhatja az aggodalmakat élelmedett koruk kapcsán, és ezzel potenciálisan újra rendezheti az így is szoros elnökjelölti versenyt. Ki lehet azt jelenteni, hogy itt most ezen a vitán tényleg akár el is dőlhet az elnök választás? Én nem hiszem, hogy ez így lenne. Amit én jelenleg látok, ugye most tegyük hozzá, hogy Amerika egy óriási ország, ugye mi itt a nyugati parton vagyunk, de hát Amerikának vannak olyan részei, ami több ezer kilométerre van innen, tehát én nyilván azt nem látom, hogy ott mi van, de amit én látok, az alapján elég kicsi az érdeklődés egyrészt ez iránt, a vita iránt, másrészt pedig én úgy gondolom, hogy a legtöbben már eldöntötték, hogy melyikükre fognak szavazni, gyakorlatilag nem tudom, már 4 évvel ezelőtt eldöntötték, nem nagyon fog változni. A bizonytalankodókat pedig nem hiszem, hogy ez az elnöki vita fogja meggyőzni. Én úgy gondolom, hogy biztos lesz még olyan, aki az utolsó pillanatban dönti majd el, vagy azt mondja, hogy ő kivárja a végét, stb. Stb. De úgy gondolom, hogy addig még annyira sok minden történhet, ugye hát június van, tehát addig még annyira sok minden történhet, hogy akár fordulhat a kocka többször is ilyen vagy olyan irányba, ugye ahogy Robert C. Castell szokta mondani, hogy az Egyesült Államokban a elnökválasztás az a benzinkutakon dől el. Hát természetesen ez is benne van. Ugye, hogyha fölfelé mennek a benzinárak, akkor elégedetlenek a szavazók, akkor kormányváltást akarnak, ha pedig nem, akkor azt szeretnék, hogy maradjon minden úgy, ahogy van. Akkor az oroszok és az arabok még befolyásolhatják a választások eredményét? Na, maximálisan. És biztos, hogy meg is próbálják. Van még egy gondolat egyébként, amit így rebesgetnek egyesek, miszerint, hogyha Biden nagyon rosszul szerepel a mostani elnökjelölti vitán, akkor akár Trump olyan ítéletet is kaphat, ami ellehetetleníti az indulástól, vagy akár dönthetnek úgy a demokraták, hogy az utolsó pillanatban, mondjuk egészségügyi állapotára hivatkozva, mégiscsak lecserélik Bident egy másik jelöltre.
Abszolút, igen. Tehát hallani ilyen hangokat, és úgy gondolom, hogy egyre hangosabbak ezek a hangok, amelyek pontosan ezt mondják, hogy aztán az utolsó pillanatban, vagy utolsó előtti pillanatban majd lesz egy ilyen lépés, hogyha ha úgy látják a helyzetet, hogy nagyon, nagyon kedvezőtlen. Vagy hát az abszurdum tényleg megtörténhet, hogy Biden beteg lesz. Tehát ez egyáltalán nem irreális, tehát tényleg az ő korában, meg az ő állapotában ez maximálisan benne van a pakliban, és akkor előhúznak egy teljesen friss figurát, aki mentes ezektől a problémáktól. Én úgy gondolom, hogy neki ez lenne a legjobb megoldás, pontosan azok miatt, az okok miatt, amikről eddig beszéltünk. És én még azt szeretném talán bedobni ebbe, hogy valamennyi jelentősége annak is lehet, hogy Trump kit választ végül alelnöknek. Mert valószínűleg nem Kamala Harris-t. Ezt ugye még mindig nem hozta nyilvánosságra, tehát ezt még mindig nem tudjuk, de most valószínűleg a napokban fogja bejelenteni, mert ugye Biden annak idején azért választotta Harris-t, vagy azért is, hogy női szavazókat nyerjen meg, és én úgy gondolom, hogy sikeres is volt ezzel. Trumpról nehezebben tudom elképzelni, hogy női alelnököt válasszon, holott szerintem jó húzás lenne neki, de hát meglátjuk. Ugye a legfrissebb ilyen, hát mondjuk úgy, hogy pletyka vagy kiszivárogtatás az egyébként, hogy korábbi ellenfelét, Ramaswamit választja majd, tehát hogy ő mellette döntött. Ami engem egy picit meglep, mert ha már a korábbi ugye elnöki jelöltségért folyó küzdelemben való ellenfelei közül választ, akkor a nyilvánvaló választás ugye az a DeSantis lenne. Csak lehet, hogy ott meg szükség van rá, hogy Floridában maradandót alkosson továbbra is, vagy... Hát itt nyilván ezer dolog van a háttérben. Vagy ő még egy potenciálisan jó elnök jelölt lehet akár 4-8 év múlva, de nyilván nehéz találgatni. Igen, hát ugye nagyon sokan azt gondolták, hogy kiváló alkalom lenne, hogy beteszi elnök jelöltnek, ezzel megszerzi a támogatóit, mert hát azért vannak jócskán, és esetleg akkor a következő választáson pedig ő már elnök jelöltként indulhatna újra, és esetleg a következő periódusban sikeres is lenne. De mondom, ez pletyka egyenlőre, tehát ugye találgatunk mi is, de mindenki a Ramaswamit várja, hogy ő lesz majd a név, amit bedob Trump itt tényleg napokon belül. Akár már, még Marco Rubio nevét emlegetik Trump esetében, amennyire hallom. Igen, hallottam őt is, de most már itt olyan elsöprő mennyiségű hír meg pletyka szólalt meg amellett, hogy mégiscsak Ramaswamy lesz, hogy most meglepődnék, hogyha más lenne, és ugye úgy volt, hogy majd a vitán jelenti esetleg be, hogy akkor ott dobja le a bombát, hogy okay, na akkor itt tessék, itt van az alelnök jelöltem, és Ramaswamyt megkérdezték nyilvános tévéadásban arról, hogy ugye akkor nyilván ahhoz neki ott kellene lennie a vitán. Megkérdezték tőle, hogy jelen lesz-e, és azt válaszolta, hogy igen. Tehát ez lehet, hogy valamilyen utalás arra, hogy tényleg ő lesz, de hát nem tudjuk, hát meg fogjuk látni nyilván. Én úgy gondolom, hogy ennek azért még talán lesz valamilyen hatása, mert republikánus párton belül is nagyon sokan azért vannak, akik ellenzik Trump megválasztását, és esetleg egy ilyen húzással őket maga mellé tudná állítani. Meglátjuk. Egyébként nagyon érdekes, hogy a hírek szerint Bidenék stábja több napos bemelegítéssel megy neki ennek a vitának, ami informális ötleteléssel kezdődött, majd 90 perces próbavitákba torkollott, amelyeken az elnök személyes ügyvédje Bob Bauer játssza Donald Trump karakterét, épp úgy, mint 2020-ban. Trump esetében nem nagyon lehet tudni arról, hogy lesznek ilyen próbaviták, ugyanakkor meg az alelnök jelölt esélyeseknek a segítségét kérte, hogy a jövő heti vita, vagy hát itt a cikkben jövő heti, de egyébként a holnapi vita előtti tanácsadással szolgáljanak. Szóval kicsit azért színház az egész világ, tehát amikor majd azt fogjuk látni, hogy Biden valamire nagyon jól reagál, vagy Trump valamit nagyon jól mond, azok azért előre begyakorolt mondatok a többsége. Mondjuk Trump esetében még az is lehet, hogy improvizáció is lesz. Igen, mind a kettő igaz, tehát
Egyrészt, hát ugye főleg Biden esetében teljesen nyilvánvaló, hogy nagyon nagy csapat készíti fel erre a vitára, próbálnak minden esetőségre számítani, próbálnak mindent begyakorolni, hogy minél kevesebbe kelljen majd rögtörözdie. Ugyanakkor viszont Trumpról tudjuk, hogy ő imád improvizálni, tehát ki ez a lételeme, ő ezt szereti, ezt élvezi, elég jól is szokott neki sikerülni, tehát én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan dolog lesz, amit ő majd akkor talál ki, vagy ott rögtönöz. Hát színháznak színház, ez egészen biztos, de hát ugye erről szól a dolog, próbálják meggyőzni a választókat ilyen vagy olyan irányban. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lesz megint most személyeskedés, tehát hogy mennyire próbálják majd egymás karakterét aláásni. Mert például ugye a Hillary Clintonnal való vita az gyakorlatilag erről szólt. Az kettejük előző vitája, az én szubjektív véleményem természetesen, én csak azzal tudok szolgálni, szerintem egészen meglepően szalonképes volt. Meglátjuk, hogy most mi lesz. Még nagy kérdés, például az amerikai társadalom mire rezonál jobban, az unalmas szakpolitikai témákra, vagy arra, ha tényleg anyázásig, már bocsánat, de tehát, hogy személyeskedésig fajulva mondanak egymásra mindent. És hogy mi az érdek, hogy már most fel legyen fűtve a hangulat, mert lehet, hogy még a republikánusoknak sem érdekük egyébként most berobbantani teljes mértékben a kampányt. Igen, én úgy látom, hogy még annyira sok minden van hátra, hogy talán korai lenne, mondjuk úgy, hogy ellőni az összes töltényüket mindkét oldalon. Tehát még érdemes lenne valamennyit tartalékolni, de hát megint csak azt mondom, hogy mind a kettőre van esély, és mind a kettő be is szokott válni. Hát azért vannak olyan dolgok, amik érdeklik az embereket. Hát például megint csak mondanám, ugye a bevándorlás, illegális bevándorlók kérdése, hova tűnnek el az adófizetők milliárdjai, stb. Tehát ezek tényleg érdeklik a mindennapi átlag hétköznapi embert is, ezek nem unalmas szakmai kérdések, ezek valóban érdekesek, és hát ugyanakkor hát Amerikában nagyon népszerűek a talk show-k, ahol ugye anyázás, meg akár verekedés is folyik, hát ugye ezek Európában is innen vándoroltak át, itt azért ezeknek nagy hagyománya van, tehát esetleg egy ilyen vitán valamilyen szinten még el is várják. Mondjuk az érdekes lenne, ha átmenné a Mónika Show-ba Trump-Biden vita. Hát láttunk már olyan elnökjelölti vitát, ami ahhoz közelített inkább. Igen. Na végezetleg... De én úgy látom, hogy... Bocsánat. Mondja csak. Én változatlanul úgy látom, hogy a kettejük közötti vita az relatíve, tehát azt tegyük hozzá, hogy relatíve. Ez szalonképes volt 4 évvel ezelőtt is. Most is úgy látom, hogy sokkal kevésbé, tehát a megszokotthoz képest kevésbé van az, hogy egymás karakterét támadnák, legalábbis ők személyesen. Aztán a tanácsadók, meg a szakértők persze, de mondom esetleg, ha még 8 évet visszavegyünk időbe, akkor gyakorlatilag csak erről szólt az egész, hogy ki kivel feküdt le, ki kit fizetett le, tehát akkor konkrétan semmi másról nem szólt, mint egy ilyen iszabbirkózás vagy sárdobálásról. Ugye ez valahogy nekem nem ez a nem nagy kérdés, ezt. Hogy Trumpnak azt kell mutatnia, hogy ő egy higgadt kormányzó képes elnök, aki már volt elnök és sokkal jobban kézben tudja tartani a dolgokat, vagy Trumpnak az ellenzéki dühöt kell megmutatnia, mert a két műfaj nem ugyanaz. Persze, hát mind a kettőt nyilván. Tehát én úgy gondolom, hogy abszolút fontos lenne neki, hogy próbáljon egy kicsit most kevésbé megosztó karakterként viselkedni, mert neki, ha van gyengéje, akkor az ez. Tehát, hogy tényleg nem lehet elmenni mellette higgadtan, vagy hát közömbösen. Tehát én úgy gondolom, hogyha én adnék neki tanácsot, akkor én azt mondanám, hogy ezen próbáljon finomítani, tehát inkább próbáljon a tényekre fókuszálni, próbáljon, ahogy mondtad, higgadt fejjel, pontosan azt a benyomást kell tenni, hogy ő képes tárgyilagosan elemzések alapján dönteni, pontosan ahogy mondtad. De biztos az is, hogy nagyon sokan várják tőle, hogy hát most akkor kipakoljon az asztalra, hogy most akkor mi történik Izraelbe, mi történik a palesztinpárti tüntetőkkel, mi a helyzet a határon, miért lehet ellenőrzés nélkül átlépni. Tehát
ugyanakkor várják tőle, hogy az asztalra csapjon, és ezeket az ellenfele fejéhez vágja. Na akkor végezetül egy utolsó kérdés, nem lesz könnyű kérdés, hogyha neked most a megérzéseidre, meg a hozzád beérkező információkra, meg ugye az általad érzett hangulatra kéne szorítkoznod, akkor mit tippelsz novemberben Trump vagy Biden győzelmével zárul ez a tudom, hogy még számos állomást tartogató történet? Világos. Egyszerűen azt tudom neked mondani, Tamás, hogy lehetetlen még innen is megjósolni, és pedig azért, mert pontosan amiket eddig elmondtunk, tehát azzal a nagyon sok demokrata szavazó is egyetért, hogy Biden nem igazán alkalmas, akkor a bizonytalankodók közül rengetegen azt mondják, hogy hát egyszerűen még 4 évet ebből egyszerűen nem kellene, nem jó irányba mennek a dolgok, tehát gyakorlatilag minden rossz felé halad, hát ha megnézzük akár a belföldi vagy külföldi helyzetet, tehát rossz irányba mentek a dolgok, tehát nem feltétlenül szeretnék még ennek a megismétlését. Ugyanakkor viszont nagyon-nagyon azoknak a tábor, akik azt mondják, hogy bárki csak Trump ne, most már ugye le lehet fogni, hogy bűnöző is, mert ugye bűnügyben elítélték. Egyszerűen én tényleg úgy látom, hogy 50-50, tehát ugye a közvéleménykutatásoknak azt megtanultuk ugye 2016-ban, hogy gyakorlatilag nem lehet hinni nekik, vagy hát nagyon nagy fenntartásokkal, de ugye most sorra látjuk azt, amit te is mondtál, hogy minthogyha valahogy nagyon közel lennének, ilyen nem tudom, 51-49, tehát ilyen arányokat látunk folyamatosan most már egy ideje. Én úgy gondolom, hogy most ez valóban így van, tehát hogy most valamiért a közvéleménykutatók valóban eltalálták, hogy mi a reális helyzet, csak ugye akkor meg azt is látni kell, hogy ugye hát a mintavétel az meg ilyenkor mindig hát nagyon bizonytalan, mert ugye hát ki az, aki részt vesz a közvéleménykutatásokban? Hát nyilvánvaló, hogy nem mindenki, vagy sőt a többség talán nem, a többség azzal van elfoglalva, hogy megéljen, meg munkája legyen, meg legyen hol laknia. Hát én úgy látom, hogy talán 50-50 tényleg jelen pillanatban. Na hát ez legalább ez is egy izgalmas választás lesz, mi meg kíváncsian figyelünk és elemzünk természetesen továbbra is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen a lehetőséget. És mielőtt elbúcsúznék Vajó Zoltántól és a hallgatóktól, még annyit elmondanék, hogy egy ponton azt mondtam, hogy vörös hó esik az égből. A feleségem, aki közben itt hallgatta a műsort, pedig ide csúsztatott egy cetlit, hogy az piros hó, úgyhogy ezúton is elnézést kérek azoktól, akiket a vörös hó kifejezéssel megsértettem. Egyébként pedig várunk mindenkit a képernyők elé, ugyanis pénteken lemélyeink szerint reggel 8 órától már látható lesz Donald Trump és Joe Biden vitája, méghozzá magyarul szinkronizálva. Longover András lesz Trump, mert mindkettőjüknek vörös a haja, és én leszek Biden, az nem tudom milyen megfontolásból, de biztosan nem a hajszín alapján. Úgyhogy ezekre a műsorokra is mindenkinek a figyelmét kérjük. Köszönjük szépen!